Dzsudzsák csapatkapitány Szlovéniát szeretné ellenfélnek a labdarúgó EB pótselejtezőjén, a stábtag Salói István itt nálunk azt mondta, hogy a norvég-szlovén duóból választana, és hát nagyon úgy tűnik, hogy mindenki elkerülné Írországot és Dániát, egységes az álláspont. A korábbi válogatott Esterházy Mától részese volt a 30 év előtti VB kijutásnak. Ott volt most Görögországban, és ő a vendégünk, őt kérdezzük. Szervusz, jó reggelt! Azt mondták erre, hogy ott voltál, mint igen, régi görög légiós a mérkőzésen, és hogy általános vélemény volt, hogy ebből egy sörmeccs lett, vagy sörmeccs volt. Ez a minősítéssel te egyetértesz? Abszolút nem. Tehát eleve nagyon szimpatikus volt a görög közönség, hiszen a görögök, mint csoportfavoritok indultak ennek a selejtező csoportnak, és azt hiszem volt 3 pontjuk. Igen. Végig tapsolták őket, énekeltek, tehát tényleg nagyon szimpatikus volt. Én azt mondom, hogy ez nagyon messze volt a sörmestől. Valóban belekényszerült a válogatott egy ilyen túlzott támadó futballba, de én azt gondolom, hogy 3-2-nél vissza kellett volna venni egy kicsit a támadójátékot, egy-egy cserével meg lehetett volna oldani a jobb védekezést. De az volt a baj, hogy végig benne maradtunk ebben a rohanásban. Hát nézd, úgy nagyon nehéz védekezni, hogy most név nélkül, tehát mi azt szoktuk mondani, hogy inkább vegyük meg a labdát, passzjuk vissza a kapusnak, majd történik valami, de hogy te direktbe fölpasszolod az ellenfélnek a labdát, az fölpasszol és gól, tehát itt aztán lehet edző a Guardiola vagy bárki, ilyenkor gól van. Most én pont a harmadik görög gólra gondolok. Uh-huh. De nekem tetszett a meccs, jól is éreztem magam, de 3-2 után bosszus voltam ki. Bosszus volt, hogy akkor nem fékeztünk és nem álltunk vissza. Hát szerintem taktikailag bele kellett volna nyúlni jobban a meccsbe, és akkor, de mondjuk ez egy optikai dolog, de nyilván ha másik meccsen is elkövetjük ezeket a hibákat, akkor ahol van mondjuk komoly tét, mert itt jó tétmeccs volt. Hát jó, csak ugye addigra már, de mint ahogy ezt a Salói Pista is mondta, hogy akkor óra, az fél időben már megledumálva ez a román meccs, azt én is néztem az interneten, tehát jó, de teljesen mindegy, az ember barátságos meccsen szeret veszteni. Tehát. Görögök. Ezeket a görög közönséget, futball szenvedélyét, aztán egy pillanatig nem kezdte ki ez az elbéselejtezős kudarc. Hát én úgy láttam, tehát én sokkal negatívabb hozzáállást vártam, aha, ehhez képest trombitaszóra elkezdtek énekelni, végig tapcsolták, még akkor is, amikor mi vezettünk 2-1-re vagy 3-2-re. Tehát jó, azért ezt nem felejtik el soha a görög közönség, vagy a görög nézők, hogy ott azért EB győztes csapatról van szó, szóval tök mindegy, hogy 11 évvel ezelőtt. Hát az még csak 11 éve volt, ha belegondolok, az a 2004-es győzelem. Azt mondnak, hogy neked mi a magyarázat, arra láttad őket nyilván több meccsen is, hogy mélyek lettek ennyire össze ebbe a csoportba? Hát ezt nem tudja senki, mert a játékos állomány az jó, nagy bajnokságokban játszanak, Bundesliga, Portugália, sorolhatnám. Szerintem az első edzővel mellé nyúltak, az olasz edzővel. Mármint, hogy világos, mármint, hogy a Ranierivel. Ranierivel, most nem őt akarok kicsálni, de valószínű, hogy na most egy selejtező csoport, de 3 edző, ott az már megmagyaráz mindent. Uh-huh. Tehát ezek 4 év alatt 3 edző is már óriási kritika szövetség részét, de most egy selejtező, tehát másfél éven belül 3 edzőt elfogyasztani, ez mindent elmond. Hát igen, ezek állati furcsa dolgok, mert most azt lehet mondani, hogy mellé nyúltak Ranierivel, de az nem azt jelenti, hogy Ranieri feltétlenül nagyon rossz edző, mert belehúznak a Leicesterbe, és akkor meg ott meg jó, most hogyha valaki nekem, tehát hogyha valaki ezzel foglalkozik, hogy Ferő-szigetek kétszer megveri a görögök, de az most milliárdos. Most vitt félre, attól függetlenül, hogy a Ferő-szigetek is komolyan fejlődött az elmúlt időszakban, de hogy most kétszer megverik a görögöket, ennek azért elég kevés van. Azt már látod egyébként a görögöknél, hogy ugye most is játszott több olyan futballista, vagy az új mester próbálkozik generációváltásra, fiatalokra, vagy VB-selejtezőkre készül, már ugye elengedi a jelent, ami így alakult, ahogy alakult, hogy meg lesz a következő generáció is? Amelyik megint vannak azért tehetséges játékosok. Most azért gondoljunk bele, hogy az Olympiakos az élből indul a Bajnok Ligájába, igen, a második helyezett harmadik kvalifikációs körbe lép be. Most akkor nézzük meg, hogy mi hol vagyunk, mi a második kvalifikációs körbe lépünk be a Bajnokok Ligájába. Tehát óriási a különbség úgy anyagi, mint egyéb tekintetben is. De én nem látok különösebb problémát. Most ez így nagyon, nagyon rosszul startoltak, és utána szétesett esett. Tehát nem tudunk csapatról beszélni. Most is igazából mi segítettük hozzá a görögöket egy ilyen győzelemhez, mert
az első fél évben különösen nem láttam semmit tőlük. Na jó, ez valószínűleg edzőkérdés, azt meg kell találnunk a megfelelő szakembert. Hát ez biztos. Hát a nagy kérdés, hogy nálunk milyen, mennyire játékos meg edzőkérdés az, amiben benne vagyunk. Ha már itt a ifjú csatártól kérdeztem, lehet érdemes válogatni ebből a vasárnapi sorsolásából a négy ellenfélből szerinted? Én most inkább stílusok szerint nézzük meg. Hát stílus alapján én Szlovéniát választanám, ugyanakkor most nem vagyok benne biztos, hogy egy ilyen darabos ír csapat, de hát mondjuk ránk se jellemző már ez a régi technikás futball, amiről már nem is nagyon tudunk beszélni. Hát én egyedül a Dániát szeretném elkerülni, de szerintem nincs nagy jelentőség. Én Szlovéniát tippeltem tegnap, tehát... Én is Szlovéniára tippelek valami miatt. Nem azért, mert hogy ők talán ők a legkevésbé ilyen rakkoló, de most már, hogyha megnézzük a világot, hogy tehát Izland élből kikerül, meg Észak-Írország, tehát most már nem, mi is így ízlelgetjük ezeket a neveket, hogy Izland, meg Észak-Írország, meg Ferő-szigetek, aztán éppen, hogy megverjük a Ferő-szigetet 2-1-re, tehát itt már teljesen megváltozott ez a labdarúgás térképe úgy Európában, mint a világon. Ha csak a tavalyi VB-t nézzük, hogy Costa Rica, vagy tehát ilyen abszolút kis országok milyen eredményekre képesek. Na, és akkor ilyen szempontból te mennyire vagy optimista a lehetséges kínálatban? Az oké, az megvolt az a szerencsénk, hogy oda csúszantunk, hát már nem csak szerencsénk az eredmények alapján, tehát hogy a kiemeltek közé kerültünk. Ja, igen. A sorsolásnál vasárnap előtt, igen. Igen, hát az alsó négy azért az vagyis abban benne vagyunk mi is a három, hát ott azért a horvát, svéd, ukrán, az egy kicsit húzósabb, szerintem. Esélyeink bárki ellen, bárkit kapunk. Én mindig most 50, én 50-50-ben azt indulok. Mondom, mert 50-50. Most úgy tűnik, hogy a lehetséges ellenfelé mind minket kívánnának. Hát fognak csalódni, szerintem, de én azt mondom 50-50, mert most ebben a csoportban jó, azért románok nem tudtak megverni minket, északírek egyszer vertek meg, egy pehes mérkőzésen, mondjuk az indított el igazából egy változást a magyar futballban, hogyha, tehát a válogatott környéken, hogyha belegondolunk. Igen, ha belegondolunk, az nem feltétlenül csak negatív. Mert hogyha az 1-0-at megnyerjük, akkor... Elüldögélünk ebbe. Igen. Na de várjál, de mi az a változás, hogy fogalmazhatjuk meg? Tehát amit láttál az EB-s lejtezőkön, melyik volt az arca a válogatottnak, akár meccsre nézve, vagy akár, hogyha hogy meg tudod fogalmazni karakterre, amire lehet építeni egy ilyen pócs lejtezőn? Hát nem tudom, mennyi időnk van, de most az előbb beszélgettél egy negyedosztályú magyar játékos, a német negyedosztályú magyar játékos, aki az egyik legnagyobb tehetség volt. Így van. Most innentől kezdve én hadd nem mondjak semmit, jó? Hát az, hogy honnan van a merítés, igaz? Tehát most az egyik legnagyobb magyar tehetség Bundesliga 4-be játszik, és te megkérdezed, hogy mikor szeretne válogatott lenni, hát... Hát én meg mikor szeretnék Éva Mendezzel randevúzni, tudod, tehát körülbelül ennyi a valószínűsége a kettőnek. De most nyilván a merítés. Én azért kedveltem nagyon, amit a Dárdai Pali csinált, mert fölmérte, hogy milyen játékosok vannak, kikre lehet számítani, és játszatta ezt a abszolút védekezésen alapuló biztonságos játékot, ami azt eredményezte, hogy mondjuk 5 meccsen nem kaptunk gólt, 5 tét meccsen, ami azért nem ez volt jellemző ránk, de ez valóban így. Most egy kicsit azt látom, hogy feleslegesen nyúlnak hozzá olyan fiatal játékosokhoz, akik még nem érettek meg, vagy egy ilyen mérkőzése, mint a Ferő-szigetek egyszerre, tehát debütál valaki a válogatottban. Ezeket nem tartom szerencsés dolgoknak, de nyilván én nem vagyok edző, nem vagyok ott. Hát a merítés, azt látjuk, hogy az nagyon szűkös. Tehát, az nagyon szűkös, tehát ezért is gondolod azt, hogy a valóban... Tehát most anélkül, hogy milyen kritizálnék bárkit is. Tehát közepes szintű játékosaink vannak. Van egy-egy olyan kaliberű játékos, aki fazon tud adni a csapatnak, de hogyha belegondolunk, most tényleg nem akarom a Dömét már megint fényezni, tehát a Döme óta nincsen olyan klasszis játékosunk, akire azt mondanám, hogy na gyerünk. Na de most itt van egy másik dolog, az pedig a legrizikusabb gyengeségeink között hol szerepel az a mentális állapot, amit ugye például Dárdai nagyon jó fel tudott tüzelni ezeknél a futballistáknál, de most az utóbbi meccseken talán nem annyira lehetett látni. Hát most mindenki azt mondta, hogy ez a Dárdai csapata, de hát azért tudjuk jól, hogy minden edzőnek más az elképzelése, más a motiváció, másképp beszél. Most nyilván egy német edző elmondja a motivációját, amit lefordítanak magyarra. Már eleve más a kommunikáció, de mondjuk
máshol is vannak külföldi edzők, tehát ez nem lehet egy kifogás. Én nem örültem annak, hogy a Pali végül is nem tudta folytatni ezt a munkát. Még azt is megmerem kockáztatni, hogy szerintem most már néznénk a franciaországi szállodákat. Hát ők így lennénk, magyarán mondva, mert hogy még meg lett volna az egy-két pont, amit igen, kellett volna ez. De hát az élet ezt hozta, a Hertha erősebb volt nálunk, hazarendelte, vagy visszarendelte a Palit. Ha mit mondjak? Hát jó, oké, összejönne, hát persze annak szurkolunk, jöjjön össze, legyünk ott, de hogy a közvetlen kilátásaink, hogyha ezt a játékos állományt nézzük, meg amit az előbb említettél, hogy egy ifjú tehetséget, azt milyen osztályból kérdez az ember? Hát a motiváció, tehát az akarati tényezők, meg ezek nyilván nagyon sokat számítanak, de mindig azt mondom, hogy az se baj, ha tudunk futballozni. Uh-huh. Tehát persze, nekem volt egy régi edzőm, aki a Dalnoki Jenő, a Fradiba, és akkor az egyik játékos mondta, hogy na de hát én hajtottam Jenőbe, és akkor mondta a Jenő, hogy hát a Marssal négyet kell hajtani az ügetőn, hát itt futballozni kell. Hát persze az egy alaptényező, hogy az ember hogy áll hozzá, alázatos, beleteszi a melóját, a munkáját, fölkészül, sportszerűen, és stb. Tehát ez az alap, mert profi játékosok vagyunk. Na de utána jön a kvalitás, mert ugyanezt csinálja az ellenfél. Tehát egy olyan ellenféllel találkozok, akkor ugyanilyen motivációs tényezőkkel rendelkezik, meg jó erőben van, stb. Akkor mit lehet csinálni? Hát nyilván kicsit ügyesebb vagy taktikailag, technikailag, kicselezett, gyorsabb vagy nála. Ha meg nem, akkor meg vagyunk elégedve azzal, hogy azt mondjuk, hogy fú, hát hajtottunk. Hát reméljünk azért, reméljük a piuk hajtani fogok a pócsa lehetező. Hát én is, és remélem, hogy bárkit kapunk. Én mondom, hogy az 50-50, és remélem, hogy kijutunk Franciaországba. Így legyen, Marci. Köszönöm szépen, hogy voltál.